Polgármesterként és pártelnökként is arra kérem a kormányt, hogy szüntesse meg azt a lehetőséget, hogy a vészhelyzetre hivatkozva a polgármesterek bármiről saját hatáskörben a képviselő testületeket megkerülve dönthessenek, ugyanis úgy tűnik, hogy néhány polgármester kollégám visszaél ezzel a tejhatalommal. Például a napokban hallhattuk azt a hírt, hogy Balaton Almádi polgármestere, aki egyébként balliberális, de korábban jobbikos parlamenti képviselő volt, Kepli Lajos, saját magának több mint egy millió forintos jutalmat utalt ki. Néhány héttel korábban pedig azt hallottuk, hogy Gyál Fideszes polgármestere szintén önmagának egyedül több mint 4 millió forintos jutalmat adott. Úgy látszik, hogy visszaélnek ezek a polgármester kollégák a jelenlegi helyzettel, amikor az önkormányzatokat éppen elvonások fenyegetik, és ebben az esztendőben is több 10 millió forintot kellett visszautalni nekünk is, a kormánynak éppen a járvány helyzetre hivatkozva. Mi itt Ásotthalmon Kizárólag az önkormányzati munkatársakat jutalmaztuk meg, és a legmagasabb jutalmakat a szociális szférában dolgozók kapták. Így például az ásotthalmi idősek otthonának, gondozási központnak a dolgozói, akiknek köszönhetően, bár a koronavírus itt van közöttünk a településen és a környező településeken is, az idősek otthonába itt ásotthalmon mind a mai napig nem jutott be a koronavírus, így aztán nem veszítettünk el egyetlen idős embert sem. Én azt gondolom, hogy őket illeti a jutalom, polgármestereket jelenleg nem. És a polgármestereknek most kellene példát mutatni, hogy a népet szolgáljuk, és alázatosan végezzük a munkánkat. Én az elmúlt hét év alatt egyetlen egyszer sem kértem magamnak jutalmat, és azt gondolom, hogy nincs is szükség arra, hogy tejhatalmat kapjanak a jelenlegi járványhelyzetre hivatkozva a polgármesterek, hiszen hogyha egy polgármester jól vezeti a települést, akkor a képviselő testület úgy is támogatni fogja a legfőbb döntéseiben, és hiába vannak viták, attól függetlenül még lehet demokratikusan képviselő testülettel együtt végezni a munkánkat. Én erre kérem tehát a kormányt, nem csak mint pártelnök, hanem mint gyakorló polgármester is, hogy szüntessék meg a polgármesterek kezébe adott tejhatalmat.